Egyszerűbb közlekedés. 22 év után újraindult a kompközlekedés a Tiszán, Dombrád és Cigánd között. Nagyszabású fejlesztések, új Hópárduc kifutó, látogatóközpont és ökocentrum, valamint egy a jégkorszakot bemutató látványosság is épül a Nyíregyházi Állatparkban. Együttműködés. Közös programok megvalósítása a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a Nyíregyházi, a Szatmárnémeti, az Ungvári és a Kassai Múzeumok vezetői írtak alá. Huszonkét év után újraindult a kompközlekedés a Tiszán, Dombrád és Cigánd között. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A hajóval működtetett komp forgalomba állítása, illetve a szárazföldi létesítmények kiépítése több mint 100 millió forintba került. A fejlesztés 6 embernek biztosít munkalehetőséget, hangzott el az ünnepélyes átadáson. Hosszú idő után utasokkal indult el a komp Dombrádról Cigándra. A komp működését először 1784-ben említették a hivatalos feljegyzések, a vízi jármű pedig egészen 1994-ig szállította az utasokat és a járműveket a Tisza két partja között. 22 évvel ezelőtt szűnt meg, és nekünk ez dobrádiaknak nagy sérelmünk, és hát azóta is lobbizunk, hogy a hiába a híd megépült, de az 17 kilométerre van tőlünk, és úgy gondoljuk, hogy ennek itt mindenképpen meg kellett történni. Én azt gondolom, hogy nem csak az utasszállítás, hanem a turisztika fellendülését várom ettől, hiszen a komptól egy kilométerre megépítettük a kis hajókikötőt egy pályázati forrásból. A nemzeti fejlesztési miniszter szerint a komp amellett, hogy vízi szállítóeszköz, lendületet adhat a térségi turizmus bővülésének és a helyi infrastruktúra fejlesztésének is. Akik Cigándon és Dombrádon élnek, az pontosan tudják, hogy mit jelent, ha 18-25 kilométert kell kerülniük ahhoz, hogy átjönnek az egyik partra a másikra, akár egy jó halászlére a csárdába, vagy akár megnézni a cigándi látványosságokat, akár a múzeumot. Én azt gondolom, hogy ennek önmagában haszna az, hogy ide nagyon könnyen pár perc alatt át lehet jönni a kompon keresztül most már 22 év után. A járművet üzemeltető Mahart Pass név vezetője szerint nagy lehetőségek állnak a tiszai hajózás előtt, mivel nemrégiben nemzetközi vízi úttá minősítették a Tiszát, így ezentúl akár nemzetközi szállodahajók is feltűnhetnek a folyón. A kikötő teljes kiépítése esetén jövő tavasszal a Mahart elindítaná a Tokaj és a Cigánd, illetve Dombrád között közlekedő hajójáratot. Gyakorlatilag ez egy évvel ezelőtt elindított projektnek a végeredményét látjuk most pillanatnyilag, ami a teszt időszakában van. Az elkövetkezendő 2 hétben lesz a teszt időszaka, amikor már majd gépjárműveket is fogunk tudni szállítani ezzel az eszközzel. Nagyon-nagyon sok munkába került. Gyakorlatilag a teljes beruházás összege a parti létesítményekkel együtt picivel meghaladja a 100 millió forintot. De azt gondoljuk, hogy ez azért a Tiszára visszatérésnek egy alapja lehet a Mahart Pass neve Kft-nél, és abban bízunk, hogy üzemszerűen és úgy fogjuk tudni eredményesen működtetni majd. A komp a következő 2 hétben ingyen szállítja a kerékpárokat, a motorkerékpárokat és a gyalogosokat a Tisza jobb és bal partja között. A szállítóeszköz minden nap reggel 8 órától este 8 óráig óránként közlekedik Dombrád és Cigánd között. 73 milliárd forinttal több pénz jut a honvédelemre a 2018-as költségvetési tervezet alapján, közölte Simon Miklós országgyűlési képviselő a Fidesz nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A politikus hozzátette, Orbán Viktor a 2 évvel ezelőtti NATO csúcson azt ígérte, az előírások szerint Magyarország 2024-re a GDP 2%-át a honvédelemre költi majd. Legutóbb 2002-ben vásárolt Gripeneket a honvédség, de több haditechnikai lemaradásunk is van. Olyan lemaradásokat tudunk ezzel pótolni, amelyek évek óta váratnak magára. Itt gondolok a gépkocsi beszerzésekre, rádió technikai eszközök beszerzésére, és véleményem szerint a honvédség elindul a 21. századi technika fejlesztésének az útján. Nincs megnyugtató válasz arra az MSZP-s kérdésre, hogy mi lesz a nyíregyházi gyermekétkeztetés sorsa, hangzott el a párt tájékoztatóján.
Jeszenszky András önkormányzati képviselő szerint a helyzet azért súlyos, mert sok gyermeknek ez a rendszer biztosítja a napi egyszeri meleg ételt. Nagy László frakcióvezető hozzátette, a korábbi városvezetés 2005-ben egy 2x5 éves szerződést kötött 3 céggel, jelenleg ők biztosítják az ellátást a megyeszékhelyen. A szerződéseket az elmúlt 2 évben újra és újra meghosszabbították. Az elmúlt közgyűlésen feltett kérdésünkre azt a választ kaptuk, hogy folyik egy előzetes vizsgálat annak érdekében, hogy a 2017. július 30-án lejáró már meghosszabbított, harmadszor meghosszabbított szerződés, hogyan és milyen módon tudja majd az önkormányzat a későbbiekben valamilyen más szolgáltatón keresztül érvényesíteni. Azt gondoljuk, hogy az előttünk lévő 31 néhány nap bőven kevés arra, hogy megfelelőképpen, megjutató módon elő tudjan készíteni egy újabb szerződést az önkormányzat, és attól tartunk, hogy nem fog változni sem a színvonal, sem a mennyiség. Több mint 5,7 milliárd forintot fordít fejlesztésekre a következő években a Nyíregyházi Állatpark. Az 5 elemből álló fejlesztési csomag részeként többek közt új hópárduc kifutó, látogatóközpont és ökocentrum, valamint egy a jégkorszakot bemutató látványosság épül meg 2019-ig. Az állatpark jövőjét nagyban meghatározó gigaberuházást az uniós fejlesztések nyílt napja alkalmából tartott sajtótájékoztatón jelentette be a park vezetője és a város polgármestere. A legnagyobb projekt egy indiai ház felépítése és egy Európában egyedülálló 3 milliárd forintból megépülő, a jégkorszakot bemutató látványosság lesz. A hazai és a külföldi turisták körében is népszerű Nyíregyházi Állatpark tavaly 480 ezer vendéget fogadott. A következő években megvalósuló fejlesztési projektek révén ez a szám akár a 500 000 látogatót is jóval meghaladhatja. Az első projekt, ha minden igaz, 1-2 héten belül elindulhat, ez a Pangea Ökocentrum, ez egy 1 milliárd 700 milliós beruházás a Blahuiza sétányon, egy nagyon különleges szálloda és oktatóközpont egyben. Szeptember végén indulna a látogatócentrum, ami, ha úgy tetszik, Sóstó kapuja is lesz, egy információs bázis, plusz új főbejárata lesz a parknak, ehhez kapcsolódik a hópárducok új kifutója, a fókamedence bővítés. Előkészítés alatt van, és ősszel reméljük azt is elkezdhetjük, azt az ökológiai sétautat, ökológiai tanösvényt, ami itt fog kanyarogni majd a parkban szintén. A város polgármestere a sajtótájékoztatón közölte, Nyíregyháza a terület és település fejlesztési operatív programon belül csak nem 30 milliárd forint forráshoz jut hozzá, és ebből közlekedésfejlesztési intézményfelújítási turisztikai projektek indulnak. Többek közt felújítják az önkormányzati óvodákat és bölcsődéket, és folytatódhat Sóstó fejlesztése is. Kb. 45 milliárd forint megnyert pályázatunk már van. Ennek egy nagy része, legnagyobb része a területfejlesztés operatív programban a város számára dedikált forráscsomag, ami nagyon komplex. Amit kiemelnék, a közlekedési infrastruktúra fejlesztés, utaképítése, közlekedési csomópontok fejlesztése, csapadékvíz. Ugye ezt meg is kezdtük már tavaly, több részprojektünk megvalósult, így a Szegfi utcán, a debreceni Kígyó utcai csomópontnál, illetve 2 csapadékvizes beruházás, és ez folytatódik is. Az uniós fejlesztések nyílt napját idén 6. alkalommal rendezték meg, amelyen bemutatták az uniós források felhasználásával megvalósult sikeres hazai projektek kapuit a nagy közönség számára. Ezen a napon a megvalósult több 10 000 fejlesztés közül a legérdekesebbek kulisszatitkaiba tekinthettek be az érdeklődők. Piros lámpánál álló motorosnak ütközött egy személygépkocsi Nyíregyháza belterületén. A motoros leesett a járműjéről, őt a mentők könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Közös kiállítások rendezése és uniós pályázati programok megvalósítása a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a nyíregyházi, a szatmárnémeti, az ungvári és a kassai múzeumok vezetői írtak alá hétfőn a Józsa András Múzeumban. A 4 oldalú szerződés keretében például megnyílhat a Kárpátalja történetét bemutató tárlat, de megújulhatnak a régészeti kiállítások a magyar és a szlovákiai múzeumokban is. Az ünnepélyes aláírás pillanata, a 4 múzeum vezetői kézjegyükkel szentesítik az együttműködési megállapodást. A Józsa András Múzeumnak eddig a szatmárnémeti és a kassai múzeummal volt szorosabb kapcsolata. Ezzel a két intézménnyel az elmúlt időszakban már több sikeres kiállítást és programokat szerveztek a nyíregyházi szakemberek.
A négy oldalú megállapodásnak a Nyíregyházi Jósa András Múzeum volt a kezdeményezője. A kezdeményezésnek a lényege pedig az, hogy a szomszédos országok felé való muzeális tekintetben való nyitás. Én azt remélem, hogy Szatmár Németiből el tudunk jutni a Parcium és Erdély felé, Ungvári múzeumon keresztül Kárpátalja felé, Kárpátaljai múzeumok és a kulturális intézmények felé, és hát mondani se kell ezután a sor után, hogy Kassa révén pedig a felvidéki múzeumok felé. És ez tudományos tekintetben, kiállítások tekintetében, múzeumpedagógiai tekintetben egy gyümölcsöző kapcsolat lesz. Az együttműködési megállapodás keretében az Ungvári várban létrehoznák a Kárpátalja története Károly Róberttől Trianonig című állandó kiállítást. Az ezzel kapcsolatos kutatásokat és a tárlat kivitelezését a két intézmény szakemberei együtt végeznék el. A szovjet időkben a múzeumnak nem volt olyan lehetősége, hogy bemutassa az igazi történelmi eseményeket, hiszen az ideológia miatt nem lehetett ezekről beszélni. Most a mi fő célunk az, hogy bemutassuk Kárpátalja igazi, közös történelmét, hiszen nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy egy ilyen fontos időszakot csak úgy kidobjunk a történelmünkből. A Kassai Múzeummal az újfehértói aranyleletek kapcsán került szorosabb kapcsolatba a nyírségi intézmény. 2007-ben nyílt a Kelet-Szlovákiai Múzeumban az Együtt fényesebbek című kiállítás, amelyen az újfehértón előkerült aranypénzeket mutatták be a nagy közönségnek. A múzeumunk szerintem a térség egyik legrégebbi múzeuma, és idén, 2017-ben, mivel 1872-ben lettünk alapítva, vagyunk 145 évesek. Konkrétan a Jósa András Múzeummal és a Jósa András Múzeum dolgozóival évtizedek óta ismerjük egymás munkáját, és ennek az eredményeképpen több közös projekt, több közös kiállítás is született. Például nem olyan régen, azt hiszem tavaly vagy tavaly előtt mutattuk be itt Nyíregyházán a Pipa kiállításunkat, aminek sikernek számított. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Józsa András Múzeum a jövőben is folytatni kívánja az eddigi jó együttműködést a Szatmár Németi Múzeummal. A két intézmény együtt indulna a közművelődési intézmények számára kiírt uniós pályázatokon. Benn maradt az NB1-ben a kisvárdai női kézilabda csapat. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 7 pontos előnyt szerzett az 5.-6. hely eldöntéséről szóló párharc első meccsén a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Győr csapatát fogadták, és 73-64-re verték ellenfelüket. 9. tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat, így Révész Attila együttese a feljutásért játszik majd az utolsó fordulóban. Bent maradt az NB1-ben a kisvárdai női kézilabda csapat. A bajnokság utolsó fordulójában lejátszott mérkőzésen a várdaiak 26-26-os döntetlenre végeztek a Budaörssel, és végül a 11. helyen zártak a 14 csapatos mezőnyben. Az élvonaltól a Kispest és a Moson-Magyaróvár búcsúzott. Mivel a Moson-Magyaróvár szombaton kikapott a Dunaui várostól, a Kisvárda és a Budaörs már biztos bennmaradóként lépett pályára vasárnap délután. Az első félidő hajrájáig a hazaiak vezettek, az utolsó percekben viszont fordítottak a vendégek, akik így egy gólos előnnyel vonulhattak pihenőre. A második játékrész derekán 3 góllal meglépett a Budaörs, de a Kisvárda gyorsan egyenlített, és a folytatásban ismét fejfej mellett haladtak a csapatok. A vége 26-26 lett, ami miatt egyik csapat sem szomorkodott, és a közönség is vastagsal búcsúztatta az újoncként bennmaradó Kisvárdát. A közösre igen erősen rányomta a bélyegét a tegnapi eredményén, úgy gondolom. Az egyik csapat se pörgött maximumon, ugye mutatja a technikai hibák száma is. Tulajdonképpen véget ért a bajnokság, még kulcsjátékosaink nem igazán, bizonyos kulcsjátékosaink nem igazán pörögtek fel erre a mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy mi örülhetünk az egy pontnak. A vendégek edzője egész éves szereplésük megkoronázásaként értékelte a Kisvárdán elért döntetlent. Az, amit a játékosai megcsináltak nagyon sokszor erőn felül, alázattal állva a játékhoz, egymáshoz és ez az egészhez, én azt gondolom, hogy ez az egy pont,
bár alapvetően valóban nem osztott szorzott, de azt gondolom ez egy óriási jutalom nekik, mert mondom, tehát mérhetetlen alázattal dolgoztak egész évben, és én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés hangulat, ez a úgymond egy jó hangulatú örömjáték, küzdelemmel természetesen, ez azt gondolom megfejelte az egész szezonunkat, úgyhogy ezért ülök az egy pontnak. A bajnokságot a Győr nyerte 51 ponttal megelőzve a 45 pontos Ferencvárost és a 39 pontos Érdet. A Kisvárda 16 ponttal a 11. helyen végzett. Az NB1-ből a Mosonmagyaróvár és a Kispest esett ki. 7 pontos előnyt szerzett az 5.-6. hely eldöntéséről szóló párharc első meccsén a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a Győr csapatát fogadták, és 73-64-re verték ellenfelüket. A második találkozót pénteken rendezik Győrben. Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első negyedet 5 ponttal nyerték a kék cápák. A második 10 percben újabb 1 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. A harmadik negyedet nagyon megnyomta Siska János együttese, a záró szakaszt 15 pontos előnnyel kezdte a Blue Sharks. A győriek azonban faragni tudtak hátrányukból, így a nyíregyháziak végül 7 pontos előnnyel várhatják a visszavágót. Maximálisan elégedett vagyok, azt kértük a fiúkkal, hogy gőrs nélkül jókedvűen játszanak, mondtuk, hogy mindenki pályára fog kerülni, ugye nálam majdnem mindig 2 fiatal a pályán volt, úgyhogy maximálisan elégedettek az eredménnyel. A győri csapat edzője elégedett volt a 7 pontos különbséggel, viszont bosszankodott a sok kihagyott tiszta dobóhelyzet miatt. Láttam őket a Magyar Kupán Győrbe játszani, tudtam, hogy ilyen agresszívan és ilyen felállásba és ilyen szerkezettel fognak játszani. Próbáltunk ellenük készülni, de sajnos a sok sérültünk miatt kicsit hiányos szerkezettel, de így tudtunk sajnos ide érkezni. Én úgy gondolom, hogy a fiúk megtettek mindent, amit szeretünk volna. Bár ez a sok kihagyott 2 pontosért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok. Az 5.-6. helyről döntő párharc második meccsét pénteken rendezik Győrben. Nyíregyházi győzelem vagy 7 pontosnál kisebb vereség esetén Siska János együttese szerzi meg az NB1-B 5. helyét. 9. tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat, így Révész Attila együttese a feljutásért játszik majd az utolsó fordulóban. Vasárnap a Cegléd látogatott a várkerti pályára, és a hazaiak Lukász valamint Gosztonyi góljával 2-0-ra legyőzték a vendégeket. A Kisvárda a zárófordulóban Balmazújvárosban lép pályára. A Kisvárdának mindenképpen nyernie kellett ahhoz, hogy esélye maradjon a feljutásra, és a hazaiak ennek szellemében kezdték a találkozót. A 7. percben meg is szerezte a vezetést a házigazda, egy jobboldali támadás végén Cseri gurított Lukasz elé, aki ballal 16 méterről kilőtte a bal alsó sarkot. A folytatásban is fölényben játszott a Várda, de több gól már nem született az első félidőben. A második játékrészre egy bátrabb Ceglét futott ki, és az 53. percben kis híján egyenlítettek is a vendégek, Tóth lövése a bal kapufát találta el. A 80. percben emberelőnybe került a Kisvárda, Albert rúgta meg Bacsát, és második sárgalapját követően a játékvezető kiállította a ceglédi futballistát. A 88. percben megszületett a megnyugtató második gól, Fodor András passzát a középen érkező Gosztonyi lőtte a kapuba. Ez a meccs is, főleg annak tudatában, hogy nagyon-nagyon kell a 3 pont, nehéznek ígérkezett, de hál' Istennek sikerült a meccs elején már megnyugtató gólt szereznünk. Azt követően meg nagyon sok lehetőségünk volt, rá kellett volna rúgni a másodikat, és akkor eldől a meccs. Második részben pedig kockáztatott egy picit a Cegléd, mi is inkább már az eredmény tartására törekedtünk. Ekkor eljutottak a 16-osunkig, de helyzetet nem tudtak kialakítani. Majd itt az utolsó harmadban volt egy lövés utáni kapufájuk, egy távoli lövés. Én úgy érzem, hogy megfelelően blokkoltunk, sajnálom, hogy nem vittünk végig több jó kontrát, mert a középpályáról el tudtunk indulni, csak már a játékosok a meleg hatására, illetve az első fél időben nagy energiát fektetünk a meccsbe, annak hatására már nem tudtak odaérni, illetve nem tudtak jó megoldást választani a támadó harmadban. Majd a cseréknek köszönhetően egy picit megfrissültünk, és jött is a második mindent eldöntő gól. A kiesés elől menekülő vendégek edzője csalódott volt amiatt, hogy pont nélkül távoztak Kisvárdáról. Mi úgy jöttünk ide, hogy legalább egy pontot szeretnénk szerezni. Mérkőzés elején rögtön eldőlt, hogy ez nagyon nehéz lesz, sőt nem úgy alakult, ahogy ezt mi terveztük. Úgy is ment a mérkőzés tovább. Kicsit följavult a játékunk, stabilizáltuk a csapatot, stabilizálta magát a csapat. Az elején elég megilletődötten, illetve nem is tudom, hogy félénkkel játszottunk. Ez eredményezte a gólt is, nem volt összhang a védelem és a középpálya között sem. Később rendeződtek a dolgok, egy-két lehetőségünk adódott. Egyébként a Kisvárda végigulta a mérkőzést, úgy gondolom
utána pedig a kiállítás után pedig mindent feltettünk egy lapra, célfutballt játszottunk, és kaptunk még gólt, így eldőlt az egész. Az első találat előtti gólpasszjegyző Cseri Tamás szerint jól kezelték azt a nyomást, amely a győzelmi kényszer miatt nehezedett a csapatra. Ugyanúgy készültünk a héten, ahogy eddig, mi ugyanúgy vettük a Cegléd-et, mint akármelyik mérkőzést, hogyha Puskás ellen készültünk ugyanaz, mindenki ugyanúgy oda tette a héten magát, ahogy kell. Szerintem mindenki a pályán is oda tette magát. A forduló további eredményei a következők: Kozár Miszlen Soroksár 1-2, Szolnok Budaörs 1-1, Sopron Grosics Akadémia 3-0, Békés Cseba Dorog 0-0, Szegény Nyíregyháza Spartakusz 2-2, Cigánt Siófok 1-1, Csákvár Mosonmagyaróvár 1-1, Vác Zalaegerszeg 0-0 és Puskás Akadémia Balmazújváros 1-2. A tabella élén a már bajnok Puskás Akadémia áll 74 ponttal, megelőzve a 70 pontos Balmazújvárost és a 69 pontos Kisvárdát. A Kisvárda a zárófordulóban Balmazújvárosban lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 22 év után újraindult a komp közlekedés a Tiszán, Dombrád és Cigánt között. A hajóval működtetett komp forgalomba állítása, illetve a szárazföldi létesítmények kiépítése több mint 100 millió forintba került. A fejlesztés 6 embernek biztosít munkalehetőséget, hangzott el az ünnepélyes átadáson. Több mint 5,7 milliárd forintot fordít fejlesztésekre a következő években a Nyíregyházi Állatpark. Az 5 elemből álló fejlesztési csomag részeként többek közt új hópárút kifutó, látogatóközpont és ökocentrum, valamint egy a jégkorszakot bemutató látványosság épül meg 2019-ig. Közös kiállítások rendezése és uniós pályázati programok megvalósítása a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a Nyíregyházi, a Szatmárnémeti, az Ungvári és a Kassai Múzeumok vezetői írtak alá hétfőn a Józsa András Múzeumban. A négy oldalú szerződés keretében például megnyílhat a Kárpátalja történetét bemutató tárlat, de megújulhatnak a régészeti kiállítások a magyar és a szlovákiai múzeumokban is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 29-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap meleg, többnyire napos időre lehet számítani. Egy hullámzó frontrendszer előterében egyre melegebb, de kissé nedvesebb levegő áramlik fölénk, így folytatódik a nyárias időjárás. Az éjjeli órákban derült idő várható csapadék nélkül, a délnyugati szél mérsékelt marad, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, délutántól néhol zápor, zivatar is előfordulhat. A nyugati szél helyenként megélénkül. Délutánra 29 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szerdán észak felől egy gyenge hidegfront éri el hazánkat, ami csütörtökre záporok, zivatarok kíséretében át is vonul felettünk. Szerdán még igen meleg időre számíthatunk, de a front hatására pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke a hét második felében. Vasárnap újabb, de már erősebb hidegfront éri el térségünket, ami záporok, zivatarok kíséretében gyorsan átvonul felettünk.